napja, hanem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Köszönjük a hallgatókat. Igen, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión, Ács Gáborral. És Gede Balázsral. És megkaptam ugyanazt a zenetet, mint tegnap a Telextől. A nem csitul a járvány. Aha. Hát igen. Végül is 30%-kal kevesebb újfertőzött, 4 hetes mélyponton a 7 napos mozgó átlag. Ez a, igen. Nem tudom, mi kéne ahhoz, hogy csituljon? Amikor mutattad, az jutott eszembe nekem is, hogy azt jól lenne tudni, hogy mi lenne náluk a csitulás. Hát lehet, hát figyelj, csak arra tudok gondolni, hogy vagy az előző nap, hogy nézik, és ott meg ott egy kis növekedés volt, amit teljesen irreleváns, vagy pedig a halálozási szám, ami meg, tehát az meg egy sajnos nagyon egyszerű matek. Igen. A kórház elkezdett csökkenni, az egy héttel követi, vagy másféllel a fertőzést, tetőzést, a halálos áldozatok száma pedig 2-3 héttel követi, úgyhogy ez majd a jövő héten fog várhatóan tetőzni, úgyhogy talán majd akkor erről fog érkezni információ. Meglátjuk. Most viszont, ahogy beharangoztuk, IT témával megyünk tovább. Mi az IT? Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. Hát, ahogy azt promóztuk a beszélgetés elején, hogy egy ilyen kis salátást áll ez, egy ilyen hír összefoglaló szerűség, amiben egyébként most így, ahogy végignéztem a topikokat, jó benne van így az egész év, meg minden, ami itt történt velünk ezen a fronton. Koi Tamással, a hvsv.hu szakírójával beszélgetünk. Szia, jó reggelt! Sziasztok, üdv a hallgatóknak! Kezdve akár a home office szolgáltatások kilátásaival is, ugye több témánk is van, lehet akár ez az első. Hát igen, a pandémia ugyan csitult valamennyire az év során, illetve a korlátozások talán már nem annyira húsba vágóak, mint a tavalyi év hasonló időszakában, amikor ugye még nem volt rendelkezésre álló vakcina nagy mennyiségben. De ennek ellenére azok a cégek, amelyek ugye alapvetően arra specializálódtak, hogy az otthoni munkát, a távmunkát vagy a távoktatást támogassák, azok nagyon nagyot mentek az idei évben továbbra is. Tehát nem tűnik úgy, mintha a felhasználó szám vagy a költés ezeken a platformokon számottevően csökkenne. Tehát az látszik, hogy az összes kollaborációs platform, az összes felhőszolgáltatás óriási nagy forgalmat produkál, és ennek megfelelően a cégek, akik üzemeltetik ezeket, nagyon sikeresek, nagyon sikeres üzleti időszakokat jelentettek ebbe az évbe, kezdve a Microsofttól, az Alphabeten át, ugye a Google tulajdonosáról beszélünk, az Amazonról, aki ugye, mint tudjuk, nem csak webshopokban érdekelt, hanem van egy nagyon komoly saját felhős platformja. Tehát, hogy ezek a cégek ezek ebbe az évben igazán brillíroztak, úgy tűnik, és nem látszik egyelőre, hogy csökkenne, vagy megállna a növekedés. Ugye itt mindenki azon spekulált a tavalyi évben, hogy vajon idén, mikor megjön majd a vakcina, akkor megváltoznak-e számottevően a felhasználói szokások, és történik-e egy ilyen visszarendeződés a piacon. Hát nem történt. Tehát az idei évnek talán ez az egyik legfontosabb üzenete, hogy ugyan egy kicsit talán jobban védve vagyunk a vírustól, de ennek ellenére talán már örökre megváltoztatta az életünket, legalábbis ami a digitális szolgáltatások igénybevételét jelenti. Ez igaz, ugyanakkor az is igaz, hogy
ennél még durvább növekedést áraszthattak tavaly a tőzsdén a befektetők, mert például a Zoomnak leesett a felére az árfolyama, idén a nagy vesztesek között van, szóval irgalmatlan felfutásban volt, de ezek a maradj otthon kategória, mert ilyen is van a tőzsdén részvények, ezek elég rosszul teljesítettek, tehát még rosszabbra számítottak, vagy még nagyobb növekedésre ezeknél a termékeknél, vagy piacokon a befektetők, de hát ez egy tőzsdei túltolás, azt is úgy értelmezni. Jaj, valami történt. Hú, ugye, valami szét... Tamás, lehet, hogy ki kéne lépned meg vissza, mert megőrült a online közvetítés. Mert telefonban vagyunk, úgyhogy akkor... Telefonban vagyok. Most jó, most megjavult, jó. Elkezdett így remegni. Most jó. Uh-huh. Szóval akkor ez is jó, bármit csinálta. Az UMA speciális esetet, ugye ilyen 300%-os növekedések voltak a tavalyi évben, nyilván azt mindenki tudja, hogy ez nem tartható hosszú távon. Aha. Plusz ugye a konkurensek is azért felocsúttak, és azért az UMA-nál ez a csökkenés, amit most produkált az előző negyedében, az elmúlt két negyedében, aztán ennek köszönhető. Uh-huh. Igen. Gyorsabban rámászott például a tehát a nagy cégeknek a hasonló szolgáltatása hamar utána eredt, igen. Így van. Menjünk tovább, sok még a topik. Chip hiány. Ez mik a kilátások, mikor oldódhatnak a feszültségek ezen a piacon? Hát a nagyon optimista hangok azt mondják, hogy már a jövő év első felében várható egy kis enyhülés a hiányban. Én azt mondanám, hogy azért ez egy nagyon-nagyon optimista forgatókönyv. Ugye nagyon sokan szeretnék, hogyha ennek az általán állapotnak hamar vége legyen, legfőképp az autóipar, ahol ugye a legnagyobb turbulenciát okozta ez a félvezető hiány. Azt azért látni kell, hogy hosszú távon ezt a problémát csak és kizárólag új gyártóüzemek létesítésével lehet megoldani, és azért az is tudható, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Tehát csak egy példát hozzak, a Samsung Texasban fog építeni egy gyárat, amiről a megállapodás most született meg talán novemberben, és ez a gyár ez 2024-ben tudja megkezdeni a termelést, és mint ez egy óriási beruházást, 7 milliárd dollár fog erre elkölteni a Samsung, de hogy egy ilyen félvezető üzemet felépíteni mennyire nem triviális feladat, ebből jól látszik, hogy 2 év kell gyakorlatilag alsó hangon a megállapodástól, vagy az első kapavágástól odáig, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben kezdjen el termelni ez az üzem. Tehát itt sokan laikusként kérdezik, hogy miért ilyen nehéz dolog, ez meg hogy ez akkor most olyan, mint az űrtechnológia. Hát nem űrtechnológia, de majdnem. Uh-huh. Úgy, aki látott már fotót mondjuk egy chip gyártó üzemről, belülről, az láthatta, hogy ilyen szkafanderes mérnökök másztelnek a gyártósorok között, és nagyon-nagyon precíz gépekkel, nagyon-nagyon precíz eljárásokkal dolgoznak. Itt megint csak egy példát hoznak, hogy érzékeltessük a nagyságrendet, mondjuk az a chip, ami a legmodernebb iPhone-okban van, az A15-ös chip, az 15 milliárd tranzisztorból épül fel, ugye ez egy kis új körömnyi területet képzeljünk el, hogy egy ekkora területre kell 15 milliárd tranzisztort felzsúfolni, tehát azért ezt legyártani nem egy olyan triviális dolog, mint nem tudom száraz tésztát gyártani. Szóval igen, tehát rövid távon ez a probléma aztán nem fog megoldódni, lehet, hogy a készletezéssel, a készletezés átütemezésével valamelyest enyhülni fog a helyzet, de én azt gondolom, hogy igazán, és ezt a legtöbb szakértő osztja is egyébként, igazán komolyabb enyhülést csak 2023-tól lehet várni. Hú. Igen, ez keményen hangzik. Jó, akkor nézzük a mobil frontot. Az látszik, hogy a Xiaomi eszméletlen nyomulásban van, és főleg itt az európai piacot tarolja, vagy így globálisan is nagyon jól áll? Hát így van, a Xiaomi az ugye az egyik legproaktívabb, legerősebb növekedés felmutató kínai márkának tűnik, aki hát az idei évben elég szépen behelyezkedett a Huawei helyére, akit ugye az amerikai szankciók, sokat beszéltünk, ugye erről még tavaly, az amerikai szankciók gyakorlatilag kiütöttek a piacról, viszont ugye a vásárlók azok megmaradtak, most annak ellenére, hogy ugye a járvány miatt azért átrendeződik is egy kicsit a költési szint, meg hogy mikor költenek az emberek, meg mennyit költenek az emberek, de úgy néz ki, hogy a Xiaomi az jól helyezkedett, és valóban az európai piacon nagyon jó pozíciókat tudott magának kivívni, volt talán olyan
olyan negyed év az idei évben, amikor piacvezető is volt Európában, Magyarországon is egyébként nagyon népszerűek ezek a készülékek. Tehát az látszik, hogy alapvetően a kínai gyártók azok nagyon jól be tudtak lépni a Huawei helyére, de azért érnek még meglepetések, hiszen volt például a múlt héten talán, vagy két héttel ezelőtt egy olyan piaci prognózis, egy piackutató cég azt jósolta, hogyha ilyen ütemben folytatódik a növekedés piaci elrendeződés, az sem elképzelhetetlen, hogy az Apple fennállása óta először az okostelefonpiac vezető gyártójává válik, és a Samsungot is letaszítja ezzel a trónról. Tehát azért ez is egy érdekes momentum, és hogyha már a piacvezető pozíciónál tartunk, ez is az Apple-nél, az előző negyedében az Apple adta a legtöbb okostelefon Kínában, ami megint egy nagyon furcsa és meghökkentőnek tűnő adat, annak ellenére, hogy ugye mennyi kínai gyártó van ott, akik a honi piacot próbálják meghódítani. Világos, csak hát gondolom a menőzés ott is jön föl, ahogy az életszínvonal növekszik. Hát van pénz, igen. Van elkölthető pénzmennyiség. Van pénz lóvéra. Karácsony, mi lesz a slágerlista, vagy a rangsor? Mire lehet számítani? Én most hirtelen azt vágnám rá így gondolkodás nélkül, hogy a konzol, a videójáték továbbra is tarolni fog karácsonykor, meg a mobil persze. A konzollal kapcsolatban azért vagyok egy kicsit óvatosabb, vagy azért mosolyogtam el itt magamba közben, mert az előbb beszéltünk a chip hiányról. Igen. Ez is először fordult elő a történelemben, hogy már egy éve piacon van két konzol játék, a Microsoft Xbox Series X és X, és a PlayStation 5, és gyakorlatilag azóta folyamatosan hiányzik ez a két termék, mióta a piacon van, tehát ha most bemész mondjuk egy MediaMarktba, vagy bármilyen elektronikai szaküzletbe, akkor nem fogsz találni jó eséllyel a polcon ilyet. Úgyhogy igen, és bocsánat, hiszen a Black Friday adatokon is látszott, beszéltünk a héten arról, hogy tavalyhoz képest ebben az időszakban visszaesés volt ebben a szegmensben, minimális, de visszaesett, hiszen ez érdekes. Így van. Tehát én azt mondanám, hogy ez a terület esetleg, a mobil szerintem mindenképpen, tehát ez egy népszerű termék továbbra is, és aztán ugye nem szabad megfeledkezni arról, hogyha nem is karácsony, de ugye már az új évet úgy fogjuk kezdeni, hogy kezdődik Las Vegasban a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai, csak kimondom, expója, a Consumer Electronics Show, ahol ugye bemutatják a nagy neves gyártók azokat a termékeket, amiket majd a jövő évben fognak ők piacra dobni, és azokkal fogják meghódítani, majd letarolni a piacot. Szóval ezért is érdemes lesz majd figyelni az év végét, mert ezek a bejelentések már általában december végén megkezdődnek, és nyilván ugye ezek a termékek még nem kerülnek a karácsonyfa alá, de talán már húsvétra, vagy az év közben már elérhetők lesznek, amiket Las Vegasban ott az év első napjaiban bejelentenek. Jó, és akkor egy utolsó téma, a videókártya piac, ahol szintén egy ilyen hiányállapot van már egy jó ideje, talán nem is tudom, mire vezethető vissza, még a kriptózás, vagy a fene tudja mi, vagy az csak az áremelkedést váltotta ki. Mi a helyzet itt? Is, tehát alapvetően a bányászat hajtotta fel ezt a piacot nagyon erőteljesen, nagyon ez is egy ilyen kicsit ilyen mesterséges növekedés volt, amivel láthatóan nem tudtak mit kezdeni a gyártók, és itt is ugye beütött az, amit már annyiszor beszéltünk, ugye a nagy mumus a chip hiány, ugye a videokártyákra is nagyon komplex összetett félvezető áramkörök kerülnek, ráadásul több is, ha bármelyikből hiány van, akkor ugye nem lehet működőképes egységet összerakni belőle, tehát innentől kezdve ugyanott vagyunk, ahol az autóknál, vagy a számítógépeknél, vagy az okostelefonoknál. Tehát alapvetően ez a két irány határozta meg ezt a piacot. Tehát eleve volt egy mesterségesen gerjesztett keresletnövekedés, illetve volt egy komponens hiány, ami ugye egymás ellen hatott gyakorlatilag. És mik a kilátások? Én azt gondolom, hogy ez is a jövő évben valamikor konszolidálódhat. Nem tudni mikor, de konszolidálódhat. Itt ugye a gyártók már jelezték, hogy átcsoportosítanak bizonyos termelési egységeket annak érdekében, hogy legalább azok a kártyák, amelyeket ugye nem használhatnak, vagy nem lehet használni a korlátozások miatt bányászatra, meg kriptózásra, azokat legalább azokat volumenben el lehessen érni. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez talán hamarabb rendbe fog jönni ez a szegmens, mint a többi.
Rendben, így köszönjük legyen. Szépen ezt a sok hasznos infót. Szép napot neked. Igazán nincs mit. Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok. Szia, Kói Tamással, a hvsv.hu szakírójával beszélgettünk. Hát több témában is így az IT szektor kilátásait illetően. Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú